megint micsoda tájak vannak itt. Durva. Csak egy pillanatra, mert látszik, hogy megint jön a jó idő. De attól függetlenül a táj az szuper. Egyébként az út mellett tele van ilyen hatalmas parkolókkal, amik akár éjszakázó helynek is kiválóak lennének, ha úgy adódna. Na, hát ez szép kis vidék. Assisi mögötti hegyek, ugye? Kanyarodjon jobbra.
100%. Kövesse az útirányt 3 kilométerig. Nincs idő gyaloglásra, akkor szerintem kocsival is minimum érdemes följönni. Gerincet kell keresztezni, ugye? Micsoda sziklák vannak ott a háttérben. Semmit, persze. Na hát ennek is pont most kellett itt előkerülnie. Reméljük nem csak ilyen autókkal járható az út. Na majd ha közelebb leszek, még lekapom. Na íme. A hegygerinc. Ennek a lábánál kell, akkor balra menjek. Hát itt lehet, hogy meg is kínálni.
egész külgerinc. 300 méter után kanyarodjon balra. Itt lám vörös, fönn meg fehér a szikla. Szóval itt ilyen hegyek vannak. Lehetne még sziklát mászni is valószínű. Volna mit. Ott fönn. Az ember fölkutyagol oda. És erre megyek én tovább. Na úgy döntöttem, hogy én oda fölmegyek megnézni azt a vihart. Igazából a hegyet gondoltam megnézni, de mire odaérek, szerintem vihar lesz. Na, milyen hangulatos kis hegyi városka. Ops. 300 méter után a körforgalomnál. Válassza az első kijáratot. Édesség, kirakodó vásár is volt ott a... Hát volt egy kis sétáló utcájuk. Válassza az első kijáratot. Szóval az a cél, oda fölmenni. Jó kis szerpentines út. Most ez a mögötte levő eső jön vagy megy, ez még igazán jó kérdés. De most kockáztatok. Tön meg a túloldalt, mi van? Az nagy dutri. Hát kilátás az viszont van, és lesz is még. Ez igen jól látszik. Tulajdonképpen ez egy panoráma út. Thank you.
mondjam. Ha hülye a sofőr. Úgyis balról süt a nap, úgyhogy arra mutatnám a kamerával, akkor naptól nem látszana semmi. Lehet, hogy visszafordulok. Még kicsit megyek rajta, aztán ha romlik a helyzet, akkor nem kihízom az autót. Mondjuk itt most megfordulni se tudok. Még defekt hiányozna itt nekem. Akkor jöjjön a megfordulási művelet. Nem lesz egyszerű. Ebben egy autóni helyét kell ez, szóval itt ki nem tolhatok, az kórja. És most körbenézem a kocsit, hogy mit műveltem. Na jó hír. Hátul egy-két helyen a por letörlődött a lökhárítóról. Ezen kívül más baj nincs, hála az égnek. Úgyhogy irány vissza egy másik útra. Hát itt nem lehet tovább menni. Na már így alakul legalább a kilátást, azt megmutatom oldalra. Ez ilyen. Ebbe a völgyben is föl lehetne menni a hegygerincre. Csak ki volt írva, hogy hegyomlás miatt lezárva. Hűha! A Gyűrűk úrra rajongók tudják, hogy Morja az egy komoly hely. Morja bányáiban rengeteg rémél. De valóságban ez a Morja, ez egy... ilyen egy hegyoldalban van. De egy nagyon jó pofa kis falunak tűnik. Nézzük csak. Hát nyilván itt a szakadék szélén épül, de...
De azért elég jó helyen. Na, mit csinálnak? Ó, itt van sapkában, mint egy morjai bányász. Aha, kutyák. Reméljük nem ők a helyemet. Ahogy elnéztem itt a padon ülőket, megvan a mai beszédtéma, hogy egy magyar autó itt mit keresett. Viszont a utat elnézve itt egy nagyon komoly szerpentin jön lefele. De kezdjük azzal, hogy egy nagyon komoly kilátás van, azért meg is állok itt. Pont a kanyarba, de hát nem tűnik olyan nagy forgalmú útnak ez. Nézzük, mi látszik innen. Hűha, elég rendesen le kell menni a hegyről. Sikerült egy jó Isten háta mögötti útvonalat választanom, de szép helyen vannak. Látszanak itt a kis zegzugokban lévő mini települések. Addig ehhez képest ez a Moira itt méretes. Ugye ott is van egy. Komoly ott az a vörös szikla. És hát ott egy nagyobb hegy a felhőben. Meglátjuk, hogy melyik hegyre visz föl út, de először ide le kell menni a völgybe. Az idő az megint elromlott, pikpak. Hopp, egy fekete macska átszalát, reméljük ez nem vált be semmi babonás dolgot. Szegény macsek, hogyha most bármi rossz történik, rá lesz fogva. De hát ne történjen semmi. Ugott az a nagy hegy. Nem semmi. Kanyarodjon enyhén balra.
íme a Mont Merone, ahova elvileg föl lehet menni, föl is akarok, de hát olyan felhőbe került, hogy nem is tudom, hogy megéri-e. Amire amúgy biztos vagány, de hát ilyen viharba minek fölmenni? Belém csapjon a villám. Hát az előbb látott hegy, már lényegében nem látszik. Jó hirtelen jött ez a esőfelhő. Annyi esélyt adok neki, hogy várok egy 10-15 percet, és ha kitisztul, akkor fölmegyek, ha romlik, akkor nem megyek föl. Micsoda szurda völgy van itt is. Hegycsúcsot kihagyom a időjárás miatt. Persze lehet, hogy mire fölértem volna, főleg itt balra, kitisztult volna az idő, de az is lehet, hogy nem. És voltam már hegycsúcson, úgyhogy időjárás eldöntötte a kérdést. Megint egy program kiesik a szaridő miatt. Na de biztos szép ez a szurdok itt. Sőt, hát látom, hogy szép. Ó, milyen autók. Mármint most csak egy volt, de úgy általában. Kitisztult volna a hegycsúcs is egy fél órán belül, de mindegy most már. A ház mögött fönn is milyen szikla van. Kis hegyi falu. Nem viszik az utat. Valami földnyelvecskéken, de akkor is a tenger. Thank you.
lovaszok 90 helyet 64-jel mennek.